Corporation Z, az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z, egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami a Z generációt érinti. Corporation Z, Trunk Tomival. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, a mikrofonnál Trunk Tamás WT. Itt a Corporation Z műsorán új generációs témákat, nem mindenképp új generációs szemszögből tekintünk meg és vitatunk meg nagyon érdekes vendégekkel, olyan vendégekkel, akik ebbe igazán belelátnak és igazán részei. Így hát ma is két ilyen vendég fogadta el a meghívásomat. Itt van egyrészt velem Kálmán László, nyelvész, másrészt pedig Varga Vencel, fiatal slammer barátom. Vencel, tőled most először egy pár perc szürelmet kérek. Először most egy kis kérdést először Lászlónak tennék fel. Hát tényleg először is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és itt ülsz most velünk, és beszélgethetünk. Szívesen, és üdvözlöm a hallgatóinkat. Hát egy kicsit személyessel kezdeném, hiszen az én nagymamám is nyelvész volt, az MTA Nyelvtudományi Intézetének a főmunkatársa volt, így hát én mindig is kicsit úgy nőttem fel, hogy a nyelv az előtérbe volt helyezve. Én különben mielőtt elkezdtem az interneten aktívan tevékenykedni, először egy könyvet írtam, tehát nekem így volt inkább az értékrend, de azt mindenképp ma láthatjuk a digitalizáció, liberalizáció keresztül, hogy a magyar nyelv nagyon sok külföldi hatás alatt van, nagyon sokat változik, majd szerintem mélyebben bele fogunk menni, de először az lenne az első kérdésem, hogy mennyire kell védelmezni, vagy mennyire van szükség akár védelemre a magyar nyelvnek jelenleg? Hú, ezt nem teljesen értem, hogy mivel szembe kellene védelmezni. Amit a külföldi hatásról mondasz, szerintem az mindig így volt. Tehát egyszerűen, és nem csak a magyarnál, hanem minden nyelvnél. De nagyon nehéz olyan nyelvet találni, esetleg valami nagyon elszigetelt, egy szigeten beszélt, vagy dzsungelben elszigetelten beszélt nyelv, ahol nincs idegen hatás, de ezek inkább a kivételek. És csak az változik, hogy honnan jön az idegen hatás. Ez nyilván változott az évszázadok során, mert először, amikor ide jöttek a magyarok, letelepedtek, akkor a szlávoktól tanulták a földművelést, meg az egyházi kifejezéseket, aztán baromi hosszú ideig latin volt, ugye a hivatalos nyelv egész a 19. század közepéig. Németül beszéltek a városokban, iszonyú nagy volt a német lakosság aránya, szóval rettentő sok hatás értem mindig a magyar nyelvet, mint más nyelveket is, és a védelem szót nem egészen értem. Védeni egy nyelvet a kihalás ellen szoktak, ugye a világon mindenütt úgy gondolják, hogy azzal szemben védeni kell a nyelveket, de a magyar, legalábbis a határokon belül semmi ilyen veszély nem leselkedik, tehát szó nincs arról, hogy bármilyen védelemre szorulna. Az egy más kérdés, hogy a határokon kívül kisebb magyar közösségekben az nyilván nem jó dolog, hogy kezdik kevésbé beszélni az anyanyelvet. Ennek általában szimpla gazdasági oka szokott lenni, mert ma már kevésbé erőszakos okai vannak, mint inkább az, hogy nem éri meg. Nyilván ezzel ellen is lehet mindenféle tenni, de ez nem az én szakmám, ez politikai kérdés. Igen, az új generációnál különben egy nagyon aktuális téma, amit sokan kritizálnak, ez az úgynevezett hanglish, vagy erre nehéz egyedül jobb szót találni, főleg ugye jelenleg talán a hip-hop külföldi rap zenei kultúra, az nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy kicsit úgymond egyre angolosodnak úgymond egyes szavak, úgy teljesen új kifejezések kerülnek a napvilágra, de akkor te ezt úgy látod, hogy úgymond ezzel is gyarapodik úgymond a nyelv, nem mindenképp. Erre azt szoktam mondani, hogy én nagyon konzervatív ember vagyok, ami nem azt jelenti, hogy konzerválni akarnék bármilyen állapotot, hanem azt gondolom, hogy úgy kell menni a dolgoknak, ahogy mindig is mentek, nem szabadna ebbe belenyúlni, és mindig is így mentek a dolgok, tehát ismétlem, ahol kulturális befolyás van, vagy érintkezés más nyelvekkel és más kultúrákkal, ott ez tök természetes folyamat, és mint konzervatív embernek én azt gondolom, hogy ez ilyen folyamatokban nem szabad beleavatkozni, mert ez mindig is így ment, és tehát így, ez volt, egy ilyen... így volt jó. A másik az, hogy amik így beáramlanak egy nyelvbe idegen kifejezések, azok általában valamilyen okkal jönnek be. Tehát ez nem úgy van, hogy
főleg Magyarországon nem úgy van, hogy az emberek azért beszélnek, használnak angol kifejezéseket, mert mit tudom én, mint mondjuk Írországban volt, hogy a munkahelyen csak angolul lehetett beszélni, idő után valaki nem tudott angolul, nem tudott megélni. Itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy olyan kifejezések jönnek be, bocsánat, hogy ilyen sokat beszélek, csak... Tehát, hogy olyan kifejezések jönnek be, amik valami olyasmit jelölnek, amire eddig nem volt nagyon szó. Tehát tök teljesen indokolt, hogy ezek bejönnek, és ez akkor is így van, hogyha nem egy újfajta kajának a neve, vagy egy új technikai eszköznek a neve, hanem egyszerűen találnak egy találó kifejezést valami érzelmi állapotra, vagy én nem tudom, párkapcsolati eseményre, vagy nem is tudom, milyen példát hozzak vagy föl. Vagy akár a sneakerekre most, vagy már, a sneakerekre, amit most tanultam, én is nem tudtam, hogy sneakernek hívják, de nyilván a sneaker egy nagyon speciális cipő, vagy legalábbis a kulturális helyzete, pozíciója speciális, és azért teljesen indokolt, hogy legyen rá egy külön szó, hiszen magyarul, te is, amíg megkérdeztem, hogy mi az, és hát egy hosszabb mondatba tudtad csak elmondani. Tehát akkor teljesen indokolt, hogy legyen egy neve. Ha? Az, hogy ez a neve nem belső fejlődéssel alakult ki, és nem a magyar szóelemek felhasználásával, az teljesen közömbös. Tehát, ahogy az embereket se különböztetjük meg a származásuk alapján, én szerintem a szavakat se szabad, meg amúgy se mennénk vele semmire. Tehát... Akkor úgymond ezt egy ilyen természetes innovációnak látod. Abszolút, és a nyelvekben a legtermészetesebb innováció mindig is a kölcsönzés volt. Egy kicsit kevésbé természetes a belső alkotás, és ritkább is valamivel. Nyilván az is előfordul, de az is, mondom, a konzervatív szempontból a világ, amióta a világ, ez így volt. Most Vence, először most kicsit feléd is fordulok. Beszéljünk egy kicsit a slamról, ugye a slam poetry, a szintén a tengeren túlról érkezett, tehát leginkább ugye a mikrofonos, kávézós sessionökön keresztül ide hazánkba is eljutott, most így nagyon egyszerűen fogalmazva. Mennyire van, úgymond komolyan véve ez akár online és akár offline szinten itthon? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én onnan szeretném megfogni az elején, hogy már évek óta lehet választani mondjuk ezt magyar középfokú érettségin, szóbeli érettségi tételnek, hogyha egy tanár úgy gondolja, hogy beleteszése miatt mi is mehetünk úgymond előadásokat tartani, és úgymond edukálni a fiatalokat. Viszont attól függetlenül nem lehet elmenni amellett, hogy mondjuk ezeket még mindig romkocsmákban, illetve ilyen helyeken csinálják a hazai szintéren is, és ebből nagyon nehéz kitörni, illetve nem is nagyon szeretne kitörni, ugyanis meg szeretne maradni a slam magának, az undergroundnak. Aha. Tehát most megemlítetted ugye ezt, hogy már edukálni tudjátok ti is ezzel a fiatalokat, akkor úgymond ez iskolai szempontból és tanítási szempontból is egy egyre aktuálisabb és egyre jobb létjogosultsággal rendelkező téma? Igazából elkerülhetetlen, tehát hogy valamilyen szinten már most is formálja az irodalmat, ugyanis ugyanúgy a zenei életben, ugyanúgy az irodalmi életben megjelennek slammereknek, korábbi slammereknek akár a zenei művei, akár mondjuk könyveket írnak, mint például mondjuk tette ezt Kemény Zsófi. Aha. És te mióta, vagy te hogyan és mióta kerültél bele ebbe a kis kultúrába, közösségbe? Én 3 éve kezdtem ezt Zalaegerszegen egy csodálatos kis klubban, és igazából akkor egy akkori lánynak a meghódítása volt az egyetlen cél, aztán végül is ott maradtam, és beleszerelmesedtem. Az már más a kérdés. Lányba, a slamben. Na, ez egy jó kérdés, mert amúgy mind a kettő sikerült. Aztán végül is a slam maradt meg tovább, és azóta az pedig szerintem rendíthetetlenül tart tovább. De különben egy érdekes vonalra tértél ezt. Nekem a legérdekesebb a slamben mindenképp az, hogy tulajdonképpen szintén egy önkifejezésről beszélünk, hogyha igen, jól értem. Igen. Ugye jól értelmeztem mindabból, amit eddig láttam belőle, de mégis úgymond ugye a nyelv az valamilyen szinten az önkifejezésre van ott. Mégis a slammel ti ezt egy, hogy is mondjam, egy másik szintre emelitek talán, vagy egy másik szempontból közelítitek meg? Mi a cél? Azért vicces, mert egyesek szerint pont, hogy ezzel le is fokozzuk. Tehát megmondták nekem már több helyről, hogy ez nem lehet sosem olyan, mint mondjuk egy vers, nem érhet fel teljesen a szép irodalmi szintig, bár szerintem ez amúgy nem is teljesen szükségszerű, hogy felérjen addig.
mindenképpen szükség van a nyelvre, mint önkifejezésre, viszont tehát a slamben sokkal inkább maga a produkció is közrejátszik, tehát hogy maga az ember előadja a szöveget. Nem lehet úgy felolvasni egy slam szöveget, hogy mondjuk mit tudom én, mint például, ahogy egy verset olvasunk. Tehát szükség van ahhoz, hogy elő is adják ezt. László, itt kíváncsi lennék a te véleményedre, ugye Vencel nekem, mert te korábban is mesélted, hogy te ugye, ahogy most is mondtad, hallottad már azt, hogy a slam úgymond lefokozza, ha jól értettem a magyar igen. nyelvet. Mondtad az előbb, hogy te konzervatív is vagy per szempontból nem is mindenképp. Te ehhez hogy állsz? Itt mi a véleményed? Azt nem értem, hogy milyen szempontból nem vagyok konzervatív, de mindegy. Az amúgy se egy jól meghatározható dolog, hogy mi a konzervatívizmus, inkább csak azt próbáltam illusztrálni, hogy ez nem valamilyen iszonyú új jelenséges, hogy nem arról van szó, hogy itt valami nagyon új jelenséget próbálok propagálni, hanem azt akarom mondani, hogy ez egy mindig is létező jelenség volt. A slamre, én nem egészen értem, hogy mit értesz azon, hogy nem emelkedik költői magasságban, mert hát a költészetben is van mindenféle színvonal, meg a slamben is van mindenféle színvonal, szóval nem, ezt nem értem egészen. Én egy dolgot nem értek a slammel, de most majd biztos megmagyarázod, az az, hogy nekem az az érzésem, hogy nagyon nehéz megjegyezni, megidézni. Tehát ahogy a popkultúrának, vagy a undergroundnak a többi részében egy számot meghallasz, akkor valamennyire meg tud jegyezni, fütyülészni lehet. A költészettel is így vagyunk, én egy csomó vers idézetet tudok, ha nem is tudom végig esetleg a verset, de slamből nem tudnék idézni, pedig hallottam már jó sokat, hogy egyáltalán nem olyan fülbemászó, és nem olyan könnyen megegyezhető, és ezért nem értem, hogy mitől ilyen sikeres. Tehát tényleg csak az előadás, olyan, mint ha tényleg az előadás idején alatt lehetne élvezni, és utána nem terjed tovább, valahogy nem... Rosszul látom? Ennek amúgy van igazság alapja, ezzel egyet kell, hogy értsek, tehát nagyon nehéz mondjuk tényleg olyat kihozni egy slamből, mint mondjuk ahogy említve volt, mondjuk például József Attila jut eszembe az edukációra, hogy nem középiskolás fokon, meg hasonló, tehát ilyen idézeteket egyelőre nem tudtuk megszülni, pedig már több mint 10 éve létezik a magyar slam. Ilyen mikrosikereket nyilván értünk el korábban is, de igen, erre szükség lenne, hogy mondjuk kitörjön magából ebből a romkocsma feelingből, ahol tényleg úgymond abban a 2-3 órában megadja azt az atmoszférát, és utána pedig elfelejtjük lényegében azt, hogy mi történt, és nem maradnak az üzenet sem. Én nem látok bele ebbe a kultúrába, tehát lehet, hogy a közönség, a romkocsmák közönsége az tudja őket idézni, de én még nem hallottam. Vannak olyan sorok, igen, hát van egy pár amúgy, vicces amúgy, mert nekem pont az első szövegem, amivel megnyertem életem első versenyét, az például pont a teknősökről szólt, és utána nagyon nehéz volt szerintem, egy éven át küzdöttem az ellen, hogy levetkőzzem a te vagy a teknősös srác szimbólumot magamról, de aztán végül is sikerült. Tehát, hogy akkor valamilyen szinten mégis megmaradnak egy-egy mondat, megmarad persze, egy-egy... Persze, de ehhez mondjuk kulcsszavak szükségesek inkább meg a maga az előadó, hogy hogyan adja elő. Tehát akkor azt mondanád, hogy inkább a személyiség áll a központban, mint akár a szöveg? Inkább pont a kettőnek az egyvelege. Aha. Tehát nem lehet eltérni mondjuk a személytől, és nem lehet eltérni a szövegtől sem. Tehát, hogy az egyik teszi a másikat nagyjá, úgymond. És arra nincs is példa, hogy valaki előadja egy másiknak a művét? Erre volt egyszer egy próbálkozás, ha jól emlékszem. Nem vagyok benne biztos, hogy az Ördögkatlan Fesztiválon, de azt hiszem akkor volt az, hogy más szlemmerek másoknak a szövegeit adták elő, és ha jól emlékszem, pont egy egerszegi lánynak, a Magas Biankának a Mell nagysági problémáiról volt szó, és a színész Bob próbált előadni a Horváth Kristóf. Ha jól emlékszem, aztán lehet, hogy tévedtem. De igen, erre már volt próbálkozás, de ez nem gyakori. Uh-huh. László, egy újra kicsit témaváltással érkeznék most. Ugye a digitális világ, az
meg ez kétségtelül felgyorsította azért a fiatalok életét. Ugye a Instagram, Facebook világa már azt is hozta, hogy egyre felkapottá válik úgymond a kerékezetek nélkül írni, minél gyorsabban, minél kevesebb időt igénybe véve. És olvastam egy-két példát, hogy ugye egyrészt még humor vagy vicc alapon, de mert fiatalok elkezdenek egy-egy általános iskolában ékezetek nélkül beszélni. Na most ebnek lehet egyszer egy valamilyen szinten, akármilyen extrémen is hangzik, de hát egy jövő alapja? Szerintem nem. Tehát te is azt mondod, hogy viccelni lehet ezzel, viccelni sok mindennel lehet. Egyáltalán nem gondolom, hogy egy olyan kódot, amit kifejezetten egy médium kedvéért használnak az emberek, akár azért, hogy gyorsabban írjanak, akár viccből, akár milyen okból, hogy az átterjedjen egy másik médiumra. Tehát ez, amikor bejött a távirat, gondolom, az valami nagy szám lehetett, de természetesen, és hát nagyon népszerű is volt, meg mindent, ti már nem tudjátok, mi ez a távirat, de mindegy. Tehát az valamilyen olyan volt, mint a egy írásbeli dolog, mint az e-mail, de a postára érkezett meg, a postán kinyomtatták és kivitték a házhoz, és ott volt az, hogy ékezetes betűket nem használtak még, hanem mondjuk az egy vesszőt, azt a betű megduplázása jelentette, és, de hát ettől senki nem kezdett el úgy beszélni, hogy A helyett A-t mondott volna, az hülyeség. Tehát amit egy médium megkíván, az nem fog átmenni egy másik médiumba, és egyáltalán nem a nyelvre hat ez a dolog, hanem egy kódolási rendszerre hat a dolog, és ebből, hogyha egészen elszórtan, mi úgy mondjuk, hogy sporadikusan, tehát teljesen elszórtan egy-egy elem, akár viccből, akár bármilyen másokból úgy népszerűvé válik, hát attól még semmi nem történik. Ez egy nyelv, az nek, ez semmi, tehát ez nem számít. Akkor csak egy ilyen kis időleges kódolási rendszer, de hosszú távon nem lesz hatással. Azt én nem mondtam időleges, mert gondolom sokáig velünk lesz ez a dolog, mint a távirat is szerintem 100 évig legalább az emberiséggel együtt volt, de attól nem lett hatása neki. Tehát. Uh-huh. Nem biztos egyébként, hogy olyan hosszú életű lesz, mert hát egyre inkább, ahogy a beszédfelismerés fejlődik, és egyre több embert látok, aki egyáltalán nem pötyög, hanem csak beszél a telefonjában, tehát ez is lehet, hogy ezek a írásgyorsító kódok is el fognak tűnni az életünkből. Uh-huh. Szerintem ez egy nagyon érdekes téma, amit most felhoztál, de én azt mondom, hogy ebbe mélyedjünk bele beszélgetésünk második felében, úgyhogy most pár percre eltűnünk, de mindjárt újra itt leszünk, ez itt még mindig a Corporation Z, Varga Vencellel és Kálmán Lászlóval. Corporation Z. Trunk Tomival. Ez itt még mindig a Corporation Z, a Spirit FM-en, és itt van velem Varga Vencel, Slammer, és nagyon érdekes témákról beszélgetünk ma is, mert beszélgettünk a Slamről, és különböző nyelvészeti témákba is belemélyedtünk, de most kicsit újra a slamre térnék vissza. Olyan szempontból, hogy ugye a slam az maga, mint az angol szó jelentése, az egy ilyen, hát nehéz lenne tökéletesen lefordítani, de talán egy ilyen ütésszerű, kicsit egy ilyen odacsapást jelent, ha ezt így lehet mondani. Tehát azért azt ki kell jelenteni, hogy valamilyen szinten ez a önkifejezés, akár társadalmi témáknak a feldolgozására is egy nagyon jó eszközt ad. Ez igen. Mennyire van még jelen, mennyire aktuális, vagy mennyire kapott bele ebbe úgymond a kereskedelem keze? Vicces, amúgy amikor megkérdezték az elején, meg amikor megkérdezik tőlünk, hogy mi az a slam, pontosan defináljuk, és akkor nem nagyon lehet elmondani, és akkor pont emiatt szokták azt mondani, hogy a slam az új punk, de ez sem teljesen igaz. Mi volt a kérdésed eleje? Mert két kérdést tettél fel egyszerre, és most nagyon... Igen, hát ugye, hogy mennyire először is az, hogy mennyire... Ja, ez még mindig érvényben van, igen, tehát ez még mindig ugyanúgy érvényben van. Egyre több tüntetésen látunk szlemmereket, amivel én mondjuk teljesen nem értek egyet, annak ellenére, hogy már én is voltam. De igen, illetve a kereskedelemre rátérve, erre is voltak próbálkozások, ha jól emlékszem, a Vodafone-nak volt ilyenje, illetve hát vannak olyan üdítő italok, akiknek vannak jeles képviselői, az például szerintem egy teljesen rossz irány, tehát hogy alapvetően
ha jól emlékszem, talán Csokonai volt az, aki megrendelésekre írt ugyanígy szövegeket, de azért ez nem ugyanaz. Tehát tegyük hozzá, hogy így valamit eladni, és valamit eladni egy szép irodalommal, vagy annak tűnő orgánummal nem lehetséges, mint mondjuk annak idején a megrendelés mondjuk egy szülinapra volt, egy szülinapra mondjuk lehet szép szöveget írni, de arra, hogy miért így áll meg egy üdítőt, arra az erőltetett. Tehát akkor úgy gondolod, hogy akkor is, hogyha most ugye két negatív példát emeltél ki, lehetne erre egyáltalán pozitívat gyártani, vagy a slamnek ugye az az egyik alap gondolata, hogy egy saját gondolatra alapul. Persze, tehát az alapvetően nem a te gondolatod, hogy el akarsz adni valamit, az annak a gondolata, aki éppen megrendeli. Mondjuk nyilván lehet olyan szöveget írni, hogy nem a saját nevedben beszélsz, hanem mondjuk egyes szám harmadik szemében valakiről, vagy pedig egy megformált alaknak a bőrébe bújsz bele, viszont attól függetlenül sem hiszem, hogy ez mondjuk egy jó márka stratégia lenne, hogy megpróbálunk ilyen érdekesnek tűnő kamu szövegeket írni. Aha. És itthon a slam közösség, a slam kultúra, az egy mennyire zárt, vagy mennyire nyitott világ? Szerintem ennél mi sem mutatja jobban az, hogy minden évben egyre többen jelentkeznek egy OB-ra, tehát teljesen nyitottak vagyunk, és ugye talán az is a hátránya, hogy túl demokratikus egy ilyen esemény. Tehát mondjuk Budapesten is van egy olyan klub, ahol mondjuk fellépnek 20-an, de mondjuk ugye tehát mindig az első 20 jelentkező léphet fel, tehát nincsen az, hogyha mondjuk mit tudom én, a 21. egy éppen egy óriási nagy név, akkor ő maximum váró listára fog kerülni. És ez a demokratikus alap viszont magában hordozza azt a problémát, hogy mi van, hogyha az a 20 szöveg viszont borzalmas, mert mondjuk mindegyik egy kezdő. És akkor ugyanúgy ki kell fizetni mondjuk az 1000 forintos belépőt, és akkor ugyanúgy le kell aljasodni annyira, hogy elkezdjük a 15-nél értékelni végre őket. És ugyanúgy kell pontozni őket. És hogyha tehát egy ilyen közegben mondjuk valaki nyer, akkor az nem biztos, hogy attól függetlenül jó szlemmel lesz, hanem éppen az adott pillanatban uralta az adott esemény. Ja. És hogy látod a szlem jövőjét? Hú, ez egy nagyon borzasztó kérdés. A szlemnek hát mindenképpen lesz jövője, tehát ha jól tudom, és terben van, akkor ugyanúgy lesz jövőre is EB képviselőnk, ugye tavaly volt Európa bajnokság Magyarországon, ahova a slamnek az ős atyái is eljöttek, és előadásokat tartottak, szóval rendkívül érdekes, és szerintem egyelőre nem teljes egészében kicsomagolt műfajról beszélünk. Kik az ősatyák? Hogy találták ezt ki? Mark Smith volt, ha jól emlékszem, 1984-ben. Nem biztos, hogy Chicagóban, de úgy emlékszem, hogy Chicagóban így saját baráti körének egy ugyanilyen pubban végül is. Onnan indulgatott el, aztán idő előtt elég gyorsan felrobbant, és Magyarországon is így teljesen felfelé ívelő a pályára. És te láttál ilyen ős szlemeket, hogy milyenek voltak? Nézegettem videókat, bár ugye inkább a mostani előadók, amit ők maguknak gondolnak, ugyanis 1984-ben senki nem gondolta, hogy ezt valaki le fogja jegyezni, hanem ez egy baráti körnek a saját szórakoztatására indult el. És újra üdvözlöm itt mellettünk Kálmán Lászlót, aki még az előző beszélgetésünk első felét egy nagyon érdekes témával fejezte be. Ugye megemlítetted azt, hogy ahogy a jövő alakul, valószínűleg akár a telefonos írás, vagy az írás magában talán kicsit a háttérbe fog szorulni. Ugye már most azt mondjuk a fiatalokról, hogy egyre kevesebbet olvasunk, akár írunk. Te hogy látod, merre fog ez ívelni, az úgynevezett offline médiák meddig lesznek még igazán érvényesek? Hát ez két különböző dolog, az offline, vagy az online, meg az írásról. Szóval én nem gondolom, hogy kevesebbet olvasunk. Az lehet, hogy kevesebbet írunk, vagy másképpen írunk, de olvasni szerintem nem, hát rengeteget olvas az ember akkor is, hogyha online olvas. Az tény, hogy a vizuális információnak sokkal jobb szerepe van, egyszerűen azért, mert sokkal könnyebben hozzáférhető. Tehát, hogy néhány kattintással meg tudunk nézni vizuális tartalmat. Szerintem a fiatalok az információnak sokkal nagyobb részét szerzik vizuálisan, mint mondjuk az én korosztályom, és ez biztos, hogy nagyon valami befolyása van, de azt nem tudjuk, hogy micsoda, csak azt tudjuk, hogy
az iskola ehhez nem alkalmazkodik, ami szerintem nem jó, de hogy pontosan mi lesz, azt nem tudjuk. Én nem gondolom, hogy az olvasásnak csökkenni fog a szerepe, és az írásnak se fog. Én csak abból a szempontból mondtam ezt, hogy az írás, mint médium, tehát hogy a fizikai pöttyögés, vagy ugye már eleve a kézírásból átértünk a pöttyögésre, nekem is már egy kicsit nehezen megy a kézírás, mert olyan ritkán kell, de úgy tűnik, hogy a pöttyögés is el fog tűnni elég hamar, vagy már eltűnőben van. És milyen a mai fiatalok kapcsolata a nyelvvel kapcsolatban, a nyelvvel, tehát hogy akár idegen nyelvvel, akár pedig a magyar nyelvvel, mennyire, ugye mondtad, hogy nem mindenképp meghatározható, hogy hogyan is volt ránk hatással akár ez a médiumváltás, de hát, mégis mi az, ami meghatározható belőle? Én szerintem az, hogy sokkal több a vizuális információ az a nyelvhez való, viszont nem fogja érinteni. Ez egy arányváltozás, hogy többet szerzünk vizuálisan, mint korábban, mert többhöz férünk hozzá. Szerintem a nyelvhez való viszony semmi sem fogja megváltoztatni, mert az ember nyelvi közegben él, még akkor is, ha nem olvas, megír, hanem csak beszél, tehát hogy folyamatosan nyelvnek vagyunk kitéve, és a nyelvünkhöz nagyon furcsa viszonyunk van, egy ilyen nagyon belsőséges, intim viszonyunk van, és talán ez magyarázza azt is, hogy állandóan belekötnek az emberek egymás nyelvhasználatába, ami baromi idegesítő, de valahol értem pszichológiailag, mert hogy annyira mindenkinek a szívéhez nőtt a saját nyelvszokása, hogyha valami mást hall, akkor az valamiért bosszantja, vagy felfigyel rá, de mondom, ez is amióta világ így van, és szerintem nem fog nagyon megváltozni. Az idegen nyelvekhez való viszony, ez megváltozik, egyszerűen azért, mert a mostani fiatalok, ez milyen hülye, nem csak a fiatalok, mindenki. Szóval a mostani világban egyszerre több helyen élünk gyakorlatilag. Tehát azzal, hogy minden online elérhető, ami a világon bárhol történik, sőt, nem csak, hogy elérhető, hanem tudomást is szerzünk róla, tehát nem is kell nagyon utána járni, olyan, mintha egyszerre sok helyen élnénk, az információ minden irányból jön, és mindenféle nyelveken is jön. Nem értjük mindegyiket, van, amikor közvetítésre van szükség, de sokkal több idegen nyelvű behatásnak vagyunk kitéve, de ezt most nem negatívan mondom, szerintem ez jó dolog alapvetően, és azt jósolom, hogyha ez így megy tovább, akkor az idegen nyelv ismeret, ez sokkal kevésbé lesz egy ilyen nagyon nehezen megszerezhető, fura, nem tudom én, különleges, vagy nagyon nagy piaci értéke rendelkező képesség, hanem az emberek természetesen fognak néhány nyelvet beszélni, gondolom leginkább az angolt, hogyha ez így marad, ahogy most van. Sokkal természetesebb lesz, hogy az emberek tudnak angolul. Ez egyébként Nyugat-Európában már régóta így van, de most már az egész világon kezd így lenni. És hát ennek szerintem nagyon jó hatásai lesznek, tehát nem értelmetlen lesz majd azon vitatkozni, hogy megköveteljük a nyelvtudást az egyetemi felvételhez, mert hát miért ne tudna valaki idegen nyelven, szóval szerintem ez jó lesz. Vence, te végig hevesen bólogattál, ehhez van bármilyen hozzáfűzni valód? Hát lényegében igazából maximum a szokásokhoz való változáshoz lenne annyi hozzáfűzni valóm, hogy az ingerküszöb, amennyire megnő pont a vizuális információnak köszönhetően, így egyre kevésbé tudja megállni a helyét bármilyen szép irodalmi mű, ami mondjuk ténylegesen úgymond nem hordoz sem vizuális élmény, sem pedig gyors ingerváltást. Pont ezért nehéz lesz a jövője talán a Slamnek is, ugyanis ott a vizuális élmény az mondjuk én vagyok, ami mondjuk magában nem mindig kevés, kivéve, hogyha valakinek olyan fétise van, hogy pont a Varga Vencelekre van bármi affinitása, de igen, tehát pont emiatt lesz nagyon nehéz úgymond megőrizni azt a fajta kultúrát, amit a rap akar mondjuk továbbvinni, ami lehet, hogy karcsú lesz a boldogsághoz. Igen, egyébként még most valami említetted valahogy a sebességet, mert nem tudom pontosan idézni, mit mondtál, hogy gyors a gyorsaság. Tehát az olvasási szokások azért szerintem nagyon megváltoztak. Tehát azt veszem észre, hogy hosszabb összefüggő szöveg olvasásakor az emberek egyre inkább a lényeget megpróbálják gyorsan kiszedni belőle, egyszerűen azért, mert kevesebb. Nem tudom, mi ez, vagy miért gyorsult fel ennyire, talán a médiumok miatt, mert egyszerűen gyorsabban tudjuk átlapozni,
de sokkal inkább arra koncentrálunk, hogy minél gyorsabban kiszedjük belőle a lényeget, ami egy hosszú, szép irodalmi szövegnél ugye lehetetlen, az arra van kitalálva, hogy végigolvassa az ember. De akármilyen szöveget látunk, ha most nem szép irodalomra gondolok, hanem ránézzünk egy weboldalra, ha az nem emeli ki nekünk a lényeget valahogy úgy gyorsan, jól megtalálhatóan, akkor már lapozunk is tovább. És ez egy egész más olvasási technika szerintem, mint ami korábban elterjedt volt, vagy szokásos volt, és szerintem ehhez is muszáj lenne az iskolának alkalmazkodnia, szerintem ehhez se alkalmazkodik, és még azt akartam mondani, hogy az ilyet nem lehet visszafordítani. Tehát ha valaki ennek erről az jutna eszébe, hogy de igenis üljünk le, és olvassuk át alaposan, és ne gyorsan próbáljuk meg, akkor annak azt üzenem, hogy nincs esélye. Hát, a Slamben például erre az lett a megoldás, hogy korlátozták, van időkorlát egy szövegnek, tehát 3 perc 15 másodpercbe kell beleférni, ami azért elég, tehát ott nem lehet üres járatokat hagyni. Ami viszont vicces, hogy pont mikor megyünk iskolákba, akkor viszont pont azt kapjuk meg a diákoktól, és most már nem egy ilyen üzenetet kaptam, illetve egy önálló, a legutóbbi önálló estem után odajött hozzám egy srác, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, mert miattad mentem át az irodalom érettségén. És én meg teljes sok hatás alatt voltam, mert azt mondta, hogy neki ez volt az egyetlen egy, ami annyira befogadható volt a sok kötelező olvasmány 400 oldalas dolgok mellett, hogy pont erre volt energiája, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazom, de igen, ez például felemelő tud lenni. De érdekes volt, amit mondtál, hogy ugye 3 perc 15-re, hogyha jól hallottam, limiteltek, ez konkrétan azért volt, mert az inger küszöb ennyire kezd visszaebb menni? Nem vagyok benne biztos, de hogyha belegondolsz, a legtöbb látványsportban kivétel a foci, azért ott már van a támadó idő is, tehát ugyanúgy nem lehet lazsálni, tehát fenn kell tartani a figyelmet. Hát újabban a futást, én nem tudom most pontosan, hogy hány métertől nem közvetítik végig, tehát 2-300 méterig még ugye végig közvetítik, és a már hosszabb futásokat, azokat már csak ilyen válogatást csinálnak belőle. Igen. Tehát az emberek minden területen úgy van, hogy nem néznek végig bizonyos időnél hosszabb dolgokat. Tehát... Igen, elég durva embernek kell lenni ahhoz, hogy még egy Tour de France-ot végigkövessünk. Hát nagyon-nagyon sok változásról beszéltünk. Kíváncsi lennék arra, hogy szerintetek ehhez mennyire kéne még adaptálni a tanrendszer, tehát a fiatalok tanítását, ugye sok inger küszöbb változás, és ahogy mondtad, ugye, hogy miattad jutott valaki át az irodalom érettségén, tehát hogy mennyire kéne ehhez adaptálódni? Ja, most ez nekem szól. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy akkora óriási nagy reformokra lesz szükség, mint amekkorát mondjuk bármilyen média orgánum próbál széthájpolni. Szükség van arra mindenképpen, hogy megismerjük a régi kultúránkat, hiszen arra kell alapozni, és azt kell továbbvinni. Tehát nincsen az, hogy mondjuk az előző 20 évnek a történelmi anyagát ismerem, vagy irodalmi anyagát ismerem, és azáltal megreformálok valamit. Nyilván pont ezért vicces, hogy állandóan reflektálunk korábbi művekre. Most már azért slamben is van olyan, amikor korábbi slamekre reflektálunk, de sokkal inkább mondjuk régi nagy klasszikusokra, és azokat csavarjuk ki általában. De semmiképpen nincsen szerintem olyan rendkívüli nagy változás, mondjuk akár egy irodalomtanításban, sokkal inkább befogadhatóbbá kell tenni a hosszabb anyagokat, amihez mondjuk én speciál nem értek, de biztos vannak olyanok, akik értenek hozzá. László, neked van bármilyen hozzáfűzni való? Ezt most nem egészen értettem, hogy szerinted miért, hogy a reform, olyan nagyon nagy reform pártiság lenne, én ezt nem veszem észre, hogy a média... Tehát, hogy mindig mondják azt, hogy tényleg most már változtatni kell, be kell vezetni egyből a film modellt, de mondjuk azt szerintem nem is működne, hogyha egyből bevezetnék. Hát ebben nem biztos, hogy egyetértünk. Szerintem iszonyatos nagy változásra lenne szükség, aminek a nem az lenne a lényege, hogy akkor most régi szerzőket ne ismerjenek meg az emberek, mert az persze hülyeség, hát az a kultúránk része, hanem az, hogy teljesen más módszerrel kéne
egy iskolai, vagy más, más módon kéne egy iskolai napnak eltelnie. Egyrészt a gyerekeknek jól kéne érezniük magukat az iskolában. Ezt még így konkrétan nem hallottam az oktatási szakértőktől, de lehet, hogy azért, mert annyira természetesnek veszik. Tehát, hogy jól kéne érezniük magukat ott, emberszámba kéne őket venni, ez lenne a másik fontos dolog. Föl kellene valószínűleg bontani ezt az egész tanórákra való felbontást, meg tantárgyakra való felbontást, és sokkal több, tehát ezt abszolút meg kéne szüntetni ezt a szituációt, hogy kínál valaki, aki ottan magyaráz valamit, és a többiek nézik, és hallgatják, és próbálják, és utána vissza kell mondaniuk, amit hallottak, vagy elolvastak. Tehát, hogy sokkal inkább közös tevékenységgel, közös gondolkodás, közös munka kellene, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy tehát én egyáltalán nem arra gondoltam, hogy ne kellene régi dolgokról hallani, hanem hogy egyszerűen más formában kéne hallani róla. Most ebben nyilván nincs idő, hogy belemenjünk, de szerintem a módszer az, aminek meg kéne változnia annak a fényében, hogy látjuk, hogy másképp fogadjuk be a dolgokat, mint akár 50 évvel ezelőtt, másféle médiumokat használunk, ezért más stratégiával közelítjük meg, mint amit az olvasásról mondtam, egyszerűen másképp állunk neki, és ehhez muszáj alkalmazkodni, mert ezt nem lehet visszacsinálni, ez nem fog visszaváltozni. És mekkora annak a realitása, hogy egy ilyen ekkora változás akár rövid időn belül megtörténhesse Magyarországon? Síri csönd van. Semmi esélyét nem látom. Én azt tudom elképzelni, hogy lesznek ilyen kis apró próbálkozások, ilyen kis magán próbálkozások, hogy most nem arra gondolok, hogy a magán szektor feltétlenül, hanem olyanok lesznek, hogy szülők elhatározzák, hogy már pedig az ő gyerekeik nem ilyen iskolába fognak járni, és akkor alkotnak. Már egyébként van egy pár ilyen, hogy akkor megkérnek nyugdíjas pedagógusokat, vagy gyesenlevő pedagógusokat, nem tudom mi, összerakják a gyerekeket egy nagyobb csoportba, és akkor csinálnak ilyen kis saját iskolát. Meg lesznek biztos egy pár ilyen alternatív iskola, de hát az, hogy ez tömegméretekben megváltozzon, arra én most semmilyen esélyt nem látok, sajnos. Hát remélem, hogy minél hamarabb már egy jelenlévő változásról beszélgethetünk itt újra. Nagyon köszönöm Kálmán Lászlónak és Varga Vencelnek, hogy velem tartottak ebben a kis beszélgetésben, és köszönöm minden kedves hallgatónak, aki velünk volt. Hogyha lemaradtatok volna a teljes beszélgetésről, akkor pár napon belül a Spirit FM YouTube csatornáján visszahallgathatjátok, és találkozzunk következő csütörtökön 6 órakor itt a Spirit FM-en, a 87,6-os frekvencián, vagy akár az online hallgatható platformunkon, a spiritfm.hu-n. Köszönöm, hogy velem voltatok. Köszönjük szépen. Köszönöm a meghívást. Sziasztok. Ez volt a Corporation Z. Trunk Tomival a Spirit FM-en.